Sziasztok gyerekek, én Mindfreak, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ugye egy perc fejeztem be a live-ot, és elsősorban Levente Tóthnak köszönöm, hogy majdnem végig ott volt. Utolsó egy percben már kiment, de nem baj az. Szóval, hogy köszönöm neki. Remélem nagyon tetszett a live-on, mert a videóim során ez a második az, hogy ez első az, hogy egy órás live-ot csinálok, de azért mondtam én a videó során, hogy 2 egyórás, tudom volt, mert volt egy sima videóm is, ami 1 órás volt. Szóval azt is nyugodtan megnézhetitek. És Levente Tóthnak szeretnék valamit küldeni, egy videómat szeretném neki küldeni, aminek a neve, mindjárt mondom. Szóval, igen, szóval, na. Szóval az Ebesítő Leventének szeretnék egy videót küldeni, amit szépen kérem, hogy nézzen meg. Itt vagyok. Itt valamelyik fölöttem, valamelyik sarokban már meg is jelent az egyik videóm, amit neked küldök, Levi. Csak neked, de bárki belenézhet, de Levinek küldöm, valamelyik itt fönt, valamelyik oldalon megjelent. Arra, ha rákattintasz, valamilyen fehérben i betű, és ha arra rákattintasz arra az egy videóra, akkor meg fogod azt a videót nézni, az is ilyen rövid, és azzal is szoktunk, valamint régebben azzal is játszottunk, az a neve a Guns of Boom. Igen, ahol itt fölöttem valahol meg is jelent ez a videó. Nyugodtan írhatsz arra és kommentet mindent, mert te vagy az a nézőm a YouTube csatornán, aki normális kommenteket is tud írni, mert van olyan nézőm, mint például Gabi Chanel, ezért nem tudom miért van a kezembe, szóval van olyan nézőm, mint például, hogy aki nem tudná, hogy én mit csinálok, a gépet kapcsoltam be, ugyanis az i betűt, amit mondtam a Levinek, azt itt tudom, a gépen tudom csak megcsinálni, hogy fölöttem megjelenjen. Szóval igen, szóval Levi, akkor köszönöm szépen az aktív nézettségedet a live-ban, hogy végig tudtad nézni türelemmel, nem sokan nézik végig a live-aimat. Szóval az a fontos, hogy nem sokan nézik végig a live-aimat, sőt, van olyan, amikor meg se nézik a live-aimat, és én most ezért küldöm neked is ezt a videót, amit most fogok majd csinálni, hogy ne azt mondd, hogy én most nem hogy én most semmivel nem hallálom meg egy videót, amit neked küldök, és igen. Ja, és a leírásban megint csak itt van Gabi Chanelnek a csatornája, szóval Levi, te is meg tudod nézni a leírásba, ha beírod azt a YouTube-ba, hogy Gabi Chanel, akkor ha bejön a YouTube-ba azt, hogy Gabi Chanel, akkor meg tudod nézni a csatornáját, és Levi, remélem most itt leszel, mert csak egy pár perc, ez nem live, pár perces videó lesz. Álljatok! Csak be kell mennem a gépen a YouTube-ba. Márjatok, jó. Oké, itt a YouTube, zsebi videó YouTube. Oké. Aki nem tudná, hogy azt az i betűt hogy rakom izébe, ja, és Levi, hogyha végignézed ezt a videót, akkor a videón végén is ugyanaz a videó meg tudod tekinteni. Szóval Levi, hogyha ezt a videót most így végig akarod nézni, akkor nyugodtan végignézheted, mert a videóm végére is berakom. Szóval én meg elmondom, hogy hogyan kell. Várjatok.
Még egy kicsit idébb, így, né. Ez ami neked is szól, hogyha majd egyszer lesz YouTube csatornád. Látjátok az egeret itt? Igen, látjátok, biztos látjátok a kis egeret. Hogy ha el a csatornádra, ami ugye itt fönt van ugye ez a csatornád, ha erre rányomsz, utána meg arra rányomsz a saját csatornám, ugye? Igen, akkor rányomsz erre a videóra majd. Én nem tudom elnyomtatni, na mindegy. Rányomok akkor a live-ra. Rányomok arra is, hogy videó szerkesztése. És ugye itt van a hogy Gabi Channel, meg minden, most ugye nem ezt a videót mutatom meg. Mindegy, várjatok, meg fogom mutatni mindenképp. Csak kellene egy másik videó, már live-ot, ami 5 perc vagy 6 perc nem telik el. Addig nem, ez mondjuk ez a beszélgetés. Rányomtok akkor arra, hogy a következő videónkhoz. Videó szerkesztése. És utána rányomtok arra, hogy ikártyák. Ugye itt van, hogy ikártyák, ahol az egérem, ikártyák. Csak ilyen nagyon lassan az én gépem, mert nagyon lassan jön be valamiért. Rányomtok arra, hogy videó lista, igen. És akkor már csak ki kell választanatok egyetlen egy darab videót. Mondjuk én ezt a Minecraftos videót választom ki, és ennyi. Szóval, igen, csak ennyit szerettem volna nektek megmutatni. Szóval gyerekek, hogyha ez a videó meg a live is tetszett, akkor mindenképp nyomjátok egy lájkot és csatkozzatok föl. Most egyéről nem lesz live, és azt tudom, hogyha elérem erre a live-ra 10 megtekintést, legalább 10, most csak 10-et érek, akkor lesz újabb 1 órás live. Igen. Szerintem. Nem, amúgy amikor most live-olni fogok, lesz többször 1 órás lesz. Na gyerekek, én ezt a videót itt zárnám, ha tetszett, nyomjátok a like-ot, és iratkozzatok fel.